Monika Juditnak hívnak, 11. osztályos vagyok itt a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gyakorló gimnáziumában. Éppen most végeztem egy nagyon fárasztó nappal, de az utolsó órán magyar irodalom volt, amit egyszerűen imádok. Az egyetlen probléma az, hogy nem feleltetett meg tanárnő, pedig nagyon szerettem volna felelni, mert most veszik a modernség költészetét, és például ma elemeztük Baudelaire kapcsolatok című versét, és egyszerűen imádom ezt a verset, és nagyon szerettem volna felelni, mert imádom az irodalmat. Az időmben olvasni szoktam nagyon sokat, és nagyon szeretem a Dostojevszkit. Egyébként inkább verseket szoktam írni gyakrabban, főleg buszon. Buszon nagyon jó verset írni. Zenét hallgatok, és nagyon sokat vagyok a barátaimmal. Hát ugye Hajdúsámsonban élünk, ez Debrecentől körülbelül 15 kilométer. Hajnalban 5-kor szoktam kelni, mert nagyon lassan készülök el. Fél 7-kor indulok iskolába, 20 perc alatt érek be, és akkor iskola előtt még gyorsan átnézem az aznapi anyagokat. Amikor 7 órán van, akkor 4-3-kor szoktam végezni. Hát ugye órarendben van beépítve a magyar és történelem fakt, szóval fakultációm, szóval így délután nem kell emiatt benn maradnom. Viszont mivel kötelező nálunk már a heti 5 testnevelés óra, ezért hétfőnként szoktam benn maradni 3-tól fél 5-ig, és akkor röplabdázunk, amit szintén nagyon szeretek. És két hetente szerdánként szokott lenni kreatív írás szakkör, ahol hát verseket írunk, vagy novellákat, és évvégén ki szoktunk adni egy-egy kötetet is. Illetve eddig német órára jártam, de mivel október elején nyelvvizsgáztam, most az egy időre fel lett függesztve, és hát ezután valószínűleg az osztályozó vizsgára fogok készülni, és angol órára szeretnék még járni. Esetleg példaképed, aki így az életedben, vagy a tanulmányaid során? Az osztályfőnökömre, Címergyegyire nézek nagyon fel. Őt hát úgy is tisztelem, mint tanáromat, és úgy is, mint embert, mert szerintem ő egy fantasztikus ember, mindig jól kezeli a problémákat, és ha valami célja van, akkor azért bármit megtesz, hogy elérje. És az emberekkel ettől függetlenül nagyon kedves, és nem tudom, és ő mindig mindenkinek segít, és még nem hallottam tőle, hogy számon kérte volna bármelyikünkön is, hogy én ezt is megtettem nektek, meg ezt is, és nem hiszem el, hogy nem vagytok képesek valamivel viszonozni, vagy hogy ajándékot várt volna el az osztálytól, vagy ilyesmi, hanem ő mindig öntetlenül segít. Két öcsém van. Általában az emberek azt mondják, hogy két fiú testőrrel nagyon nehéz kijönni, és általában egyetértek, de ez nem mindig van így, mert például délutánonként, amikor tanulunk, akkor rendszeresen átjárunk egymás szobájába is. Igaz, hogy ám is nem szeretnének hallgatni a történelmet, de azért én felmondom neki. És mivel anyáik nagyon sokat dolgoznak, ezért inkább egymásnak szoktuk elmesélni, hogyha történt velünk valami aznap. Hát, hanem általános iskolában az egyik tanárom nevezett be erre a programra, és nem is tudtam róla. Csak már amikor kellett írni ugye ilyen motivációs levelet meg adatlapot, akkor értesültem róla, és 8. végén neveztek be engem, és 9. elején tudtam meg. És hát akkor értesültem róla, hogy tulajdonképpen én ebben valahogyan bekerültem. És a motivációs leveletben akkor mikről írtál? Hát így egészen pontosan már nem emlékszem rá, de valószínűleg ugyanazt, amit most gondolok, hogy ugye engem nagyon sok minden érdekel, és például ahhoz, hogy nyelveket tudjak tanulni, ahhoz szükségem van támogatásra. Mert például ez a program segít majd nekem abban, hogy angolul tanulhassak, és így nyelvvizsgázhassak. Illetve mindig a pszichológia irányába szeretnék tovább menni, vagy esetleg jogi szakra. 9. bekerültem az első irodalom órámra, és kávé tűntem a tanárom ajkain, olyan érdekeseket mondott, hogy már az első órán elkezdtünk beszélni arról, hogy milyen is az irodalom világa, és hogyan kell elemezni egy művet. És én egyszerűen odáig voltam, hogy hű, már az első nap tanulunk, ez fantasztikus. Ugye a mentorom lesz történelem tanár, és egyébként nagyon sok területen otthon van,
és hogyha bármi problémám van, akkor hozzá tudok szaladni, hogy segíts már egy kicsit. Illetve, hát majd később lesz még ez nekem előnyös, mert például jöhetek majd ide a Tigerhoz gyakorlatra, nyári gyakorlatra, ilyen tapasztalatokat tudok szerezni, és főleg ezért jó. Nagyon féltem. Azért, mert általában az első találkozásoknál én próbálok jó benyomást tenni, de közben nem akarok feszült lenni, hogy nem is tudom. Most mindenképpen azt kell gondolni rólam, hogy én egy okos és elszánt kislány vagyok, és ezért egy kicsit féltem, hogy hogy fog elsülni. De meglepően jó volt a hangulat, és tulajdonképpen alaptalanul féltem, mert nagyon kedves volt Laci, és nagyon tulajdonképpen közvetlen volt a beszélgetésünk. Hát többnyire telefonosan és e-mailben kommunikálunk, és hát általában így havonta, de hát az utóbbi időben tulajdonképpen hetente szoktunk, mert mindig van valami program vagy ilyesmi, amiről beszélnünk kell. Tehát én két területet látok neki alapvetően, ami testhez állna. Egyik a pszichológiában adódóan talán a HR, tehát az emberi erőforrásokkal kapcsolatos tevékenységet. Szeretik kutatni az ember lelkét, ebből adódóan szeretné megérteni az ember magát is. Úgy gondolom, hogy ezen a területen ő tudna profitálni abból olyan cég, amit elmondj. Egyrészt, másrészt a nyelvek. Ugye említette ő most a németet, említette ugye az angolt, említette ugye a franciát korábban lehetőséget, de én úgy gondolom, hogy számára most egy adott helyzet van, akár az olaszt is tudná sajátítani. Alapvetően ugye én középiskolai tanárként végeztem, egy ideig dolgoztam is benne, és itt kerültem kapcsolatba, ilyen jellegű programban, közel sem ilyen hatékony módon, de valami hasonló mentorálási helyzetek nap mint nap adódtak, és hát cég felhívásából, hogy keresztül kérdésül magát ezt a programot hirdették, ezen indultam el végül is, és ismertem meg a hátromasztát, és nagyon hatékonyak éreztem ezt a fajta segítségnyújtást. És amennyire az én erőmből és az én tudásom volt elég, szeretném is támogatni. Mind a menedzsment, mind a közvetlen vezetés, vagy a közvetlen vezetőn teljesen partner volt. Választani sosem egyszerű. Hát főleg így interjúztatni és egy ember azt mondani, hogy te igen, más nem. Nehéz volt, alapvetően nehéz volt egyrészt. Másrészt viszont azt is tudni kell, hogy hallottátok is Lumit, ő egy nagyon nyílt, őszinte, nagyon jó kommunikációs készséggel, hát korát meghaladó érettséggel rendelkező lányzó, és én a magam részéről, hogyha választottam, illetve választhattam is, őt választottam ki, mert ő neki még Z-terve is van. Tehát nem, általában az embernek, még nekünk is, ugye felnőtt embereknek is ABC, esetleg D-terve van, de hogy még Z-je is legyen, az viszonylag ritka. Szóval ő, ha nem pszichológus lesz, akkor tanár lesz. Ha nem tanár lesz, akkor mi lesz? Tehát, ha nem az lesz, akkor újságíró lesz, hogy a botta valami. Tehát mindenre megvan. Minden. Tehát minden érdekli. Alapvetően humán területen, de minden érdekli, úgyhogy hát alapvető kiválasztásnál ő nála ez volt. Voltak nagyon jó opponensek, akikkel esetleg kiválasztásra kerülhettek volna, de ő közül kiemelkedett mindenképpen, ő volt az egyik. És te mikor éreznéd magad sikeres mentornak, hogyha mi valósulna meg, vagy milyen? Mi sikeres. Tehát akkor én, ha ő sikeresnek érzi magát, akkor én miért ne érezném sikeresnek magát. Tehát ennyit többet megkívánok.
Ha ő úgy gondolja, hogy azzal, hogy bejut egy egyetemre, és ezt sikeresen végig csinálja, és sikeres így ezáltal az életnek